Örkény István, egy percesek. Használati utasítás. A mellékelt novellák rövidségük ellenére is teljes értékű írások. Előnyük, hogy az ember időt spórol velük, mert nem igényelnek hosszú hetekre, hónapokra terjedő figyelmet. Amíg a lágy tojás megfő, amíg a hívott szám, ha foglaltat jelez, jelentkezik, olvassunk el egy egyperces novellát. Rossz közérzet, zaklatott idegállapot nem akadály. Olvashatjuk őket ülve és állva, szélben és esőben, vagy túl zsúfolt autóbuszon közlekedve. A legtöbb ilyen járkálás közben is élvezhető. Fontos, hogy a címekre ügyeljünk. A szerző rövidségre törekedett, nem adhatott hát semmit mondó föliratokat. Mielőtt villamosra szállnánk, megnézzük, milyen jelzésű a kocsi. E novelláknak éppi fontos tartozékuk a címe. Ez persze nem azt jelenti, hogy elég csupán a föliratokat olvasgatni. Előbb a cím, aztán a szöveg. Ez az egyetlen helyes használati mód. Figyelem, aki valamit nem ért, olvassa el újra a kérdéses írást. Ha így sem érti, akkor a novellában a hiba. Nincsenek buta emberek, csak rossz egypercesek.